Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Elfogadták a költségvetést, 24 milliárdból gazdálkodhat idén Paks. Együttműködés, a világ egyik legjelentősebb növényvédőszer gyártójával dolgozik együtt a szekszárdi iskola. Évnyitó est, a fordulat esztendeje következik a Tolnatáj Televízió életében. Jótékonysági bál, több mint 1 millió forintot gyűjtöttek a Bonyhádi Kórház támogatására. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elfogadták Paks 2019-es költségvetését, melynek fő összege meghaladja a 24 milliárd forintot. Szabó Péter polgármester elmondta, folytatódik a hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóinak, valamint az óvodapedagógusoknak a béremelése. Több mint 11 milliárdot költ a város beruházásokra. Pakson is orvoshiánnyal küzdenek, így felvetődött az egészségügyi ösztöndíjpályázat kidolgozásának a lehetősége, melybe a szociális és az óvodapedagógusi ágazatot is bevonnák. A 2015-ben meghatározott és elfogadott 7 éves gazdasági program elemeiből már 4 a megvalósítás útjára lépett. Az egyik a elektromobilitásról szóló projekt, tehát ugye ez a Smart Grid program, a Proteus program keretében. A másik nagyon fontos a kerékpárút, tehát a Paks-Dunakömlőt közötti kerékpárút. Az országban egyedülálló együttműködési megállapodást írt alá a szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola és a főként növényvédőszerek gyártásával és kutatással foglalkozó Syngenta. A program részeként a vállalat ösztöndíjjal segíti az iskola legkiválóbb tanulóit, emellett pedig közös kutatásokat is végeznek majd. Pecsét került az együttműködési megállapodásra, és már alá is írták azt a felek. A mezőgazdasági kutatással is foglalkozó Syngenta többféle módon is támogatja majd az iskolában folyó munkát. Az oktatási intézmény vezetője szerint ez hatalmas lehetőséget jelent az ott tanuló diákoknak. Az együttműködési megállapodásban Syngenta Magyarország vállalta azt, hogy képzéseket tartanak, előadásokat tartanak, ami azt gondolom, hogy így a legkorszerűbb ismeretek, technológiák fognak hozzánk, illetve a diákjainkhoz eljutni. Másrészt a Syngenta Magyarország havi 30 ezer forintos ösztöndíjprogrammal is segíti az iskola legkiválóbb tanulóit. A 11-es Sáfrány Péter az első diák, aki ezt a lehetőséget ki tudta használni. Ő már október óta részt vesz egy kísérletben, ami során a cég csávázószereit tesztelik. Nagyon sokat tanultam ebből a mérésből, mert nem gondoltam volna, hogy ennyi különbség lehet egy szabadföldi és egy üvegházas mérés között, hogy ekkora méretbeli különbségek, fejlődésbeli különbségek lehetnek. A Syngenta Magyarország ügyvezető igazgatója azt mondja, Európában és Magyarországon is generációváltás zajlik épp a mezőgazdaságban, nekik pedig, mint a világ egyik legjelentősebb piaci szereplőinek kiemelten fontos, hogy a kutatási eredményeikkel elérjék a most még fiatal mezőgazdászokat is. Egyértelműen azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok egy vonzó és nagyon gyorsan fejlődő iparákként tekintsenek a mezőgazdaságra, egy olyan iparákként, ahol szívesen képzelik el a jövőjüket, és az is nem titkolt célunk, hogy ezek a fiatalok életpályaként nézzenek a mezőgazdaságra, egy olyan területre, ami 30-40 éven át, vagy akár még tovább is biztos megélhetést jelenthet nekik, mondja Matthew Picard, a Syngenta Magyarország ügyvezető igazgatója. Az Agrárminisztérium által fenntartott szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola egyébként az ország első oktatási intézménye, amivel a Syngenta a közös munkába kezd. Március 1-én évfélig van idejük eljuttatni az esetleges díjrészletet azoknak, akik január 1-ével új kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek, hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Bár a 2010 után vásárolt járműveknél az évforduló már nem január 1-e, hanem a szerződés megkötésének az ideje, a változás még így is több mint 135 ezer ügyfelet érint. Ha a határidőig nem érkezik meg az összeg a biztosítóhoz, akkor a szerződés díj nem fizetés miatt megszűnik, és az ügyfélnek úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amely 2019-ben a gépjárművek teljesítményétől függően akár 1000 forint is lehet naponta.
Ismét Szekszárd adott otthont a Tolnatáj Televízió évnyitó rendezvényének, amely lehetőséget biztosított a közvetlenebb eszmecserére a televízió munkatársai, valamint a politikusok és a gazdasági élet szereplői között. A Gyöngyi Tolnai Lajos Gimnázium akusztik zenekar adott műsort a Szekszárdi Vádmegyeháza dísztermében a meghívottaknak. Évek óta hagyomány, hogy a Tolnatáj Televízió februárban évnyitó rendezvényre hívja a legfontosabb partnereit. Megnyitó beszédében Irén Dánovics István, a televízió vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a csatorna az idei évtől kiemelt figyelmet fordít a politika mellett a megye gazdasági szereplőire is. Ez lesz az egyik legmarkánsabb változás 2019-ben. Hogy az itt élő emberek számára itt is van perspektíva. Hogy a fiataloknak nem kell Pestre és külföldre menni, itt is el lehet helyezkedni, itt is vannak iskolák, képzési centrumok és nagyon jó munkahelyek. Az est minden évben kiváló alkalmat kínál arra, hogy a meghívott vendégek kötetlen formában beszélgethessenek a televízió munkatársaival. Egy remek alkalom arra, hogy itt egymással is találkozzunk. A televízió munkatársai, a politikusok, a gazdasági vezetők, például a Tolnatáj Televíziónak a vezetősége. A televízió évnyitóján a megye több településének polgármestere mellett az országgyűlési képviselők és az országos politika itteni szereplői is rendszeresen részt vesznek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár most arról beszélt, hogy neki államtitkárként is kiemelten fontos, hogy napra kész legyen Tolna megyében és a választókörzetében élők mindennapjaival, ezért is vesz részt minden évben az évnyitó vacsorán. Mindig fontosnak tartom azt, hogy az adott térségnek a képviselője mondjuk a térségbe éljen, ott próbáljon meg dolgozni, illetve a munkája jövő részét azért fejtse ki. Az idei évben a Tolna megyei önkormányzat volt a vendéglátó. Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a helyi sajtó munkája nélkül az emberek nem értesülnének azokról a fejlesztésekről, amik a Tolna megyeieket szolgálják. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az emberek jól érezzék magukat ott, ahol élnek. Ehhez azért a körülményeket segítenünk kell biztosítani. Tudjuk, hogy nem vagyunk mindenhatók, és nem tudjuk ezeket. Személy szerint akár a megyei közgyűlés, akár a megye elnöke ezt biztosítani, hanem ez összefogás kérdése. A Tolnatáj Televízió vacsoráján késő estig beszélgettek egymással a meghívott vendégek és a csatorna munkatársai. Több mint 100 iparos találkozott a hagyományos Bályukon Bálta-széken. Az ünneplés mellett szó esett arról, hogy nagy problémát jelent a szakmai utánpótlás. A fiatalok körében veszendőben van a szakmatanulás becsülete, miközben a piacon egyre égetőbb szükség van jó szakemberekre. A város mindig is büszke volt jókezű mesterembereire, és mindent megtesz ma is, hogy ők megmaradjanak, mondta Somosi Szabolcs, a polgármester. Ami problémát látunk jelenleg az az, hogy az utánpótlás az sajnálatos módon elég szegényes felhozatallal bír, viszont mi igyekszünk a meglévő iparosainkat támogatni. Ugye ez a támogatás együttműködés, ez egy pár ciklusra ezelőtt kezdődött, amikor az iparos házat, az önkormányzat, ugye az ipartestület részére átadta használatra, illetve a helyi adóból azóta is a meghatározott hányad minden évre az ipartestület részére folyósításra kerül. Online felmérést indított a szőlő és borágazat munkaerőpiacáról a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és az Agrárgazdasági Kutatóintézet. A kérdőív célja, hogy megoldást találjanak az ágazatot is sújtó munkaerőhiányra, amelyet erős időszakosság is jellemez, ezért a vállalkozásoknak nem csak a megfelelő munkaerő megtalálása, de a megtartása is nehéz. 10. alkalommal szerveztek Bált Bonyhádon a helyi kórház megsegítése érdekében. A jótékonysági összejövetel bevételét minden esztendőben aktuális problémák kezelésére fordítják. Idén is több mint 1 millió forintot adtak össze a bálozók. Ez a 10. bál, úgyhogy igen, szép évfordulóhoz értünk. Annyit is el kell árulnom, hogy én amikor 2009 őszén felvetették a kollégáim, akkor hát nagyon tartottam ettől, és azt gondoltam, hogy hát nem tudom, próbáljuk meg, aztán mi lett belőle? Az lett belőle, hogy évek óta a bonyhádiak jelentős adományokkal támogatják ezeken az alkalmakon az egészségügyi intézményt. Bár a kórház működése évről évre gazdasági nehézségekkel küzd, alapvetően működőképes, mondja Barca Zsolt igazgató. Ami a jó hír, hogy a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet működik,
nyújtjuk a szolgáltatást a betegeknek, szélesítjük is az ellátási spektrumunkat, ellátási területünket, több új szakrendelést próbálunk beindítani. Természetesen ez kapacitás és szakember függő, de én azt gondolom, hogy ez a helyzet most így, úgy látom az elmúlt 10 évben visszatekintve uralható. A bonyhádiak számára fontos a kórház. Jelzi ezt, hogy amikor a bezárásról volt szó, minden követ megmozgattak a megmentés érdekében. Bár a kórház nem Bonyhád fenntartásában működik, a város vezetése minden lehetséges eszközzel támogatja az egészségügyi intézményt. Annak idején 2007-ben is bebizonyította a város, hogy mennyire fontos, amikor megérintette a kórház bezárás réme a várost, akkor napokon belül, mondhatom, körülbelül egy hét alatt több mint 14 ezer aláírást gyűjtöttünk, hogy megakadályozzuk ezt. Sikeresen tettük. Aztán néhány évvel ezelőtt a Richter Egészségváros szervezett egy programot Bonyhádon. Itt szintén egy emberként mozdult meg a város, és egy nap alatt több mint közel 8,5 millió forintot gyűjtöttünk össze a kórház javára. Nagyon fontos a kórház. Az idei esztendőben 1,1 millió forintot adtak össze a bálozók, amit fertőzést megelőző eszközök beszerzésére és szakmai továbbképzésre fordít majd az intézmény. A régi korok télűző hagyományát, a kiszebáb égetést elevenítették fel hétvégén Szekszárdon. A helyi fősővárosi körtagjai rendezték ezúttal is a családoknak szánt programot, amit a legjobban a gyerekek élveztek. Gyerekek tömték meg szalmával a földre fektetett több méter magas kiszebábot. Néhány perccel később pedig már lángolt is. A kicsik ezt élvezték a legjobban. Hogy nagyon jól égetett a kiszebáb, és mindenkinek melegebb volt. Melegedik a kezem, meg hát jó volt nagyon. A szekszárdi fősővárosi kör második alkalommal szervezte meg a város kápolna terén a régi korok hagyományos télűző eseményét, a kiszebáb égetést. A néphagyomány szerint a kiszebáb a telet, a böjtöt és a betegségeket szimbolizálja. Elégetésével a kellemetlen dolgokat igyekeztek távolra üzni maguktól az emberek. Csökkentek a nappalok, ettől féltek az emberek, megjelentek a betegségek is, és ide tűzik az, hogy tűz körül próbálták körbeállni, és ezzel úgymond hívni az akkori, amiben hittek, nem tudom, isteneknek. Ugye ez egy néphit, és valahol azt beszéltük az előbb is, hogy bejött nekik, hiszen tavasszal ugye elkezdtek a nappalok ugye megint hosszabbodni. A mostani kiszebáb égetésre a helyiek összefogásának köszönhetően került sor. Volt, aki a szalmát adta, mások már régi nem használt ruhákat, megint mások pedig a borukat ajánlották fel, és volt, aki zsíros kenyeret csinált. A kiszebáb égetésen több százan vettek részt. Hagyományteremtő szándékkal tartott a közös falusi disznóvágás Szakályban. A kolbászverseny zsűri elnöke Gundel József azt mondta, gasztrokulturális jelentősége van ennek a hagyománynak, melyet értékként kell kezelni. Szükség van olyan társadalmi eseményekre, melyek összekovácsolnak egy közösséget. Ezért vágtunk bele ebbe a kezdeményezésbe, s hitünk szerint hagyományt teremtünk belőle, mondta Tölő Péter Szakály polgármestere. Szeretnénk ezt, hogy mondjam, továbbiakban kiszélesíteni, és nyilván a környező településekről is szeretnénk jövőre már bevonni csapatokat. A rendezvény része lesz a helyiek nagy programsorozatának, melynek része a Kaposmenti Fiatalok Találkozója, az Adatónap és a Születi Fesztivál is, melyek a térségben élők számára fontosak. A zsűri elnöke Gundel János egyetemi tanár úgy fogalmazott, a disznóvágás olyan gasztrokulturális érték, melyet tovább kell örökíteni. Ez egy gasztrokulturális érték, és minden magyar tájegységnek és régiónak megvannak a saját gasztrokulturális értékei. Ezt kell ápolni, ezt kell a gyerekeinknek megmutatni, megtanítani, be kell őket vonni a főzésbe, a kolbásztöltésbe. Nem kell félni, kezébe kell adni a kést, meg kell neki mutatni, hogy kell használni. Az első szakályi kolbásztöltő versenyen 6 csapat dolgozott. A szervezők ezúttal csak a helyieket hívták meg. A puding, illetve esetünkben a kolbász próbálja az evés, ami igazán jó ízűre sikerült.
Nem sikerült a címvédés a tolnamözsi futszálos lányoknak a Magyar Kupa idei Sziget-Szentmiklósi 4-es döntőjében. Az elődöntőt még sikerrel vették Nagy Roland edző tanítványai, 4-3-ra győztek az MB2-es éllovas Debrecen ellen. A fináléban azonban a jelenlegi bajnoki listavezető Astra Kiskun Félegyháza ellen többnyire védekezésre kényszerült a bajnokságban negyedik tolna. A szépítő gól már az utolsó percben esett 2-0-ás félegyházi vezetésnél, így a végeredmény az idei futszál Magyar Kupa döntőjében Astra Kiskun Félegyháza, Tolnamözs 2-1. A régió híreivel megyünk tovább. Milliárdos fejlesztésbe kezdett a pécsi Honza, üzemcsarnokot építenek, gépeket szereznek be. Szabaduló szoba, teológus kávézó, új közösségi terek a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Lego portrék, közösségépítése a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban. Új termék, kapacitásbővítés és gyártósor modernizálás, csak néhány innováció, amellyel a Honza Kft. A tavalyi évet zárta. 2019 azonban még ennél is több fejlesztést ígér a pécsi nagyvállalat életében. A cég 20 éves jubileumára készülve az év első felében 4900 négyzetméteres gyártó és raktárépület építésébe kezdett, ami további fejlesztéseket és munkahelyteremtést eredményez. Az új épület átadását a nyár végére tervezik. Már állnak a pillérek a Honza Kft. Új csarnokánál. Új épületet húz fel a cég a pécsi keleti ipari parkban. Amit itt látnak, az egy 4900 négyzetméteres raktár, illetve termelési terület lesz, amit meg fog épülni. Ezzel körülbelül július közepére leszünk kész, és szeptemberben elindul a gyártás ezen a területen is természetesen. A beruházás nagy vonalakban több mint 1 milliárd forintot jelent. Kalaptartó és csomagtér fedlap, ezeket fogják így gyártani. A társasága a világ nagy autógyártóinak közvetlen beszállítója. A pécsi bővítés új munkahelyeket hozhat, de még pontosan nem tudni hányat. Ez a fejlesztés természetesen attól fog függeni, hogy milyen lesz a piaci, milyenek lesznek a piaci viszonyok a Brexit után, illetve hogy az európai autógyártás hogyan fog alakulni. De minimum 50-et mondhatunk. Körülbelül minimum 50-et mondhatunk egyébként. Az új csarnok építése mellett más fejlesztéseket is végez a cég telephelyén. Egy már meglevő és működő termelőgyártó csarnokunk, a Prés részleg csarnokának a teljes körű felújítása is zajlik éppen ezekben a napokban. Néhány nappal ezelőtt került be ebbe a gyártó csarnokba két új nagy présgép, amelyek a Honza Kft. Anyavállalatának, a Koller csoportnak az Oberbürgi központjából érkeztek hozzánk. A pécsi Honza Kft.-t éppen 20 éve, 1999-ben alapították a német Koller csoport részeként. A német tulajdonú vállalkozás korszerű gépparkkal, automatizált gyártósorral, magas technológiai színvonalon, csomagtér, pótkerékfedlap és kalaptartó termékek előállítását végzi az autóipar részére. A vállalat pécsi telephelyén évi több mint 4 millió terméket állít elő. Szabaduló szoba, teológus kávézó, hallgatói nappali és Szent Pál imaterem átadták a pécsi püspöki hittudományi főiskola új közösségi tereit. Az ünnepséggel egy időben a Szent Mór iskola központ diákjai már ki is próbálták a kivonulás könyvére épülő úgynevezett Exodus szabaduló szobát. Vajon miképp szólíthatja meg a hittudományi főiskola ma emberét? Családias légkörrel, merész tervek megvalósításával, sajátos lelkiséggel. Olyan helyiségeket adtak át a hallgatóknak a pécsi püspöki hittudományi főiskolán, melyek jól tükrözik az intézmény közössége számára legfontosabb értékeket. Például az egyik ilyen a családiasság. A kávézó, illetve mellettünk a hallgatói szoba egyértelműen ezt a családiasságot képviseli. Aztán ott van az újítás. Az új gondolatok, a merész terveknek a megvalósítása. A szabadulószoba egyértelműen ebben a kategóriába tartozik. Illetve a legfelső emeleten, a harmadik emeleten a Szent Pál imaterem jól tükrözi azt a lelkiséget, ami a mi főiskolánkra jellemző. Horváth Zoltán kormány megbízott köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a fejlődés nem csak akkor érhető el, ha kitalálunk valami újat, hanem akkor is, ha visszanyúlunk a gyökerekhez. Mindig azt mondjuk, hogy jó-jó téglákkövek, intézmények felépülnek, de ezeket a téglákat, intézményeket mindig emberek működtetik. Maga ez a pedagógiai módszertan, ami új, pedig az egyházmegyében működő pedagógusoknak, hitoktatóknak pedig egy lehetőség,
hogy ebbe a mai furcsa, modern világban élménypedagógiai módszerekkel közelebb hozzuk a Jóisten, közelebb hozzuk a Szentírást, közelebb hozzuk azt a vallásos attitűdöt és értéket, amit mi magunk a mindennapokban megélünk. A kávézóban olyan neves teológusok képei kerültek a falra, akiknek segítségével művelik a ma emberei a teológiát. A kivonulás könyvére épülő szabadulószoba pedig azokat is megszólítja, akik talán még sosem vették a kezükbe a Bibliát. Míg az Exodus szabadulószobáról tartottak előadást az új kávézóban, a Szentmór iskola központ diákjai ki is próbálták azt. Michael Jackson, Louis Armstrong és más hírességek portréi díszítették a pécsi Kodály Gimnázium auláját. Az arcképek Legóból készültek, melyeket egy nyíregyházi csoport épített egy projekt keretében. A Közös Építés, Közösségépítés című program részeként most Pécsre érkeztek a fiatalok. A gimnázium tanulóival együtt Kodály Zoltán képmását építették meg a kockákból. A projekt célja a város közösségeinek összekovácsolása. Kodály Zoltán portréját készítették el a zeneszerző nevét viselő gimnáziumban a gyerekek Pécset. Az arckép apró legódarabokból áll össze. A programot a Közösségek Pécsért uniós pályázati támogatású projekt keretében rendezték meg a Kodály gimnáziumban. Nyíregyházáról érkeztek az építők, akik a Tekert csoport tagjai. A fiatalok korábban nehéz gyerekkoruk miatt otthagyták az iskolát, azonban a program segített nekik megtalálni a helyes utat. Köztük van Ádám is, aki a legózás hatására kezdett el dolgozni, és újra jár iskolába is. Nagyon sokban segített nekem a csoport is, hogy ne adjam fel, mert gyakorlatilag a csoportomban is van, amikor 12-13 órákat dolgozunk egy képpel egyfolytában, és akkor is gyakorlatilag azon lehetünk, hogy ne adjuk fel, mert tudjuk, hogy miért csináljuk, és hogy kell az, ami motivál minket. Magában az életbe is, így az iskolatéren is, illetve bent a csoporton belül is. A Tekert csoportban 13 állandó tag van, köztük olyanok, akik korábban akár drog problémákkal is küzdhettek. A foglalkozások hatására azonban már dolgoznak vagy iskolát végeznek. A csoport mentortanára elmondta, szeretné, ha országosan is megismernék a projekt pozitív hatásait. A mi projektünkben 4 helyszínen jártunk már, Zalaegerszegen kezdtük az építéseket, aztán Miskolcon, Nyíregyházán, illetve most itt Pécset építettünk, és ezzel a projekttel mi szeretnénk körbejárni az egész országot, a legvégén pedig Budapesten lesz egy kiállítás az elkészült képekből. A pécsi esemény szervezője a Szopiáne Kulturális Egyesület. A szervezet közösségépítő programjában szerepel ez a foglalkozás. Céljuk a város egészét érintő közösségi aktivizálás. A Kodály Zoltán gimnázium igazgatója elmondta, fontosnak tartja, hogy az iskola részt vegyen ilyen közösségformáló programokon. Iskolánknak nagyon fontos célkitűzése az, hogy a közösség megtartó erejét hangsúlyozzuk. Ennek szellemében tevékenykedünk, és ennek keretében megtanulják a gyerekek a konfliktusok feldolgozását, hogy hogyan tudják a személyiségüket fejleszteni, és óriási érzelmi intelligenciára tesznek ezáltal szert. Az eseményen ugyanis a gimnázium tanulói mellett a Máltai Szeretetszolgálat tagjai is részt vettek. A programmal egyfajta érzékenyítés a cél, a hátrányos, illetve nehéz sorsú gyerekek megismerése, befogadása. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Elfogadták a költségvetést, 24 milliárdból gazdálkodhat idén Paks. Együttműködés, a világ egyik legjelentősebb növényvédőszer gyártójával dolgozik együtt a szekszárdi iskola. Évnyitó est, a fordulat esztendeje következik a Tolnatáj Televízió életében. Jótékonysági bál, több mint 1 millió forintot gyűjtöttek a Bonyhádi Kórház támogatására. Kedden vastagodó fátyol felhőzet mellett tovább enyhülő időre van kilátás, a 13 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet, a hajnali órákban viszont helyenként gyenge fagy előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!